Az alábbi videó a Portfolio online tűzsde új Pro felületét hivatott bemutatni. A belépéshez a Portfolio.hu oldalán található Portfolio online tűzsde ablakában a belépés programra kattintva érhető el. A bejelentkezéshez ugyanazok a belépési adatok szükségesek, melyekkel az alapfelületbe is belépünk, illetve ugyanúgy érkezik biztonsági okokból tranzakciós kód SMS-ben. Az új pro lehetővé teszi, hogy a magyar mellett német és osztrák részvényekkel is kereskedjünk. Belépéskor négy előre beállított felület között válogathatunk. Ilyenek a kedvencek, ahol az összes kereskedhető termék elérhető, a bét, a béta, illetve a xetra, tehát a német piac kereskedési felülete is. A platformot bal felülről indulva tekintjük át. Felül láthatjuk a menüsorokat, ahonnan minden funkció elérhető. Az egyenlejjebb futó gyors eszköztárban a legfontosabb funkciókat érhetjük el, mindössze egy kattintással. Lejjebb haladva a kereskedési táblának adhat el a szemünk, ahol a kereskedhető termékek legfontosabb információit, keresleti és kínálati ár, utolsó kötés, forgalom, elmozdulást tekinthetjük át táblázat formájában. A magyar piacon valós, míg a német és osztrák piacon 15 perces késleltetett adatok érhetőek el. A kereskedési táblázatból tudok pozíciót nyitni, valamint a hozzátartozó nyereség és vesztességvágó megbízásokat is elhelyezni a jobb egérgomb lenyomása után a megfelelő funkció kiválasztásával. A monitort lejjebb pásztázva a grafikonokat pillanthatjuk meg, ahol kezdeti beállításként a leggyakrabban kereskedett termékek információs jellegű grafikonjai jelennek meg, melyek periódusát könnyedén átválthatjuk annak kiválasztásával. Szemünket lejjebb vezetve az ajánlati könyvre lehetünk figyelmesek, ahol a piac öt legjobb vételi és eladási árát láthatjuk. Az ajánlati könyvre jobb egérkomba kattintva, itt is lehetőségünk van vételi, illetve eladási pozíciók nyitására. Az így beadott ajánlatokat a saját ajánlatok fülön találhatjuk a képernyők alján. A teljesült megbízásainkat jobbra, a saját kötések menüpontban érhetjük el. A képernyőn jobb oldalt felül jelenik meg a kötéslista, ahol a kötéseket követhetjük nyomon, míg alatta az aktuális híreket olvashatjuk.